Sziasztok, srácok! Timbó vagyok a Future Esports csapatából, és most nagyon izgalmas pillanatok következnek, hiszen a 6. Future Esports kupa szuperdöntőjében fogunk sorsolni méghozzá csoportbeosztásokat, illetve autókat. Az egyik biztos dolog az, hogy lesz 4 kiemelt, Bereznai Dániel, Szelle Kristóf, Daniel Haddad és Steve. Szeretnénk azt elkerülni, hogy ez a 4 pilóta ugyanabban a csoportba kerüljön. Reményeink szerint és papírforma szerint ők a felső házban fognak a vasárnapi napon a 4-en összefutni. A másik biztos dolog, hogy Bereznai Dániel McLaren Mercedes-t fog vezetni, és Daniel Haddad pedig Williams Mercedes-t. Úgyhogy szerintem kezdjük is el a sorsolást, ne húzzuk az időt. Váltunk egy kameraképet. Ezt, hogy kisorsoljuk a két kiemelt, 4x2 kiemeltet. Ki melyik csoportban versenyez. Kristóf versenyez majd az A vagy B csoportban, ez pillanatokon belül kiderül. Kristóf B csoport. Jó. Steve-nek sorsunk egy csoportot. És ha B csoportba kerül, akkor a két világsztár azonos csoportban lesz, de nem. Steve az A csoportba kerül. Akkor megnézzük, hogy melyik esportoló melyik csoportba kerül. Először Daniel Haddadról fog kiderülni, hogy melyik csoportba kerül Steve vagy Kristóf mellé. Haddad pedig a B csoport küzdelmeiben vesz részt. Bereznai Dániel pedig az A csoportban versenyez, még pedig a McLaren színeiben. Jó. Ezután most megváltozik a sorsolás menete, méghozzá a következő módon. Kiválasszuk a további 8-8 pilótát a két csoportba. Ezt nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan úgy tudjuk megtenni, hogyha kiválasztjuk először az A csoport versenyzőit, illetve a B csoport versenyzőit, minden csoporthoz választunk egy autót is, vagy minden pilótapároshoz választunk egy autót is. Tehát először sorsolok egy autót, és utána két pilótát hozzá, először az A csoporthoz, utána a B csoporthoz. Ez lesz a sorsás menete. Aston Martin fog vezetni. Az A csoportban mindjárt meglátjuk, hogy ki. André. És a B csoportban pedig Astont vezet. Kátai Kristóf. Így van, innen kiveszem még mielőtt véletlenül újra kisorsom Daniel Haddadot és Steve-et, illetve Bereznai Dánielt és Kristófot. Újra A csoport autót fogunk sorsolni, ami a Red Bull lesz. Ugye A csoportban
McLaren-t nem sorsolhatunk. És ugye B csoportba is Red Bullt fogunk sorsolni. A csoportba Red Bullba megy Pityu. Közben itt ebből kilépek. Red Bull Pityu. B csoportba pedig Red Bullt kap. Daisy. Oké. Sorsunk autót. Méghozzá Williams-t sorsoltunk, az azt jelenti, hogy itt most csak az A csoportba sorsunk egy pilótát, hiszen a B csoportba Daniel Haddad egész biztosan Williams-et fog vezetni. Tacsó. És nézzük, most milyen autót sorsolunk az A és a B csoportba. Ez meg lesz a McLaren, ugye akkor ismét csak egy nevet húzunk ki. Méghozzá a B csoportba kerül most valaki. Ebből Pixel lesz, kis Daniel. McLaren. Na, ismét autót választunk. Én még nem indítottam el, de elindítottam. Elvételt jó, csak nem számolta az időt. Alpint fogunk választani. Az A és B csoportba Sky, én úgy tudom, hogy szereti az Alpint. Kály kerül az A csoportba. A B csoportba pedig Alpint vezet majd. Oxigén. Ismét autót választunk. Már nincs sok. Itt lesz egy Alfa Romeo. Elvisz az A csoportba. Attila. B csoportba pedig. Látom, hogy én leszek. Az Alfa az nem olyan rossz autó. Következő autó. Alfa Tauri. A csoportban kivezet majd Alfa Taurit. Pálmer Balázs. És a B csoportban pedig Bloodhunter.
rendben, megyünk tovább. És a végén majd marad Steve-nek és Kristófnak egy autó. De ez nem a ház lesz. A csoportban versenyez Mikus Levente. Házban. És a B csoportban pedig a ház pilótája lesz Idó Martin vagy Jakab Norbi. Ez Jakab Norbi. Két kocsi van még kiadó. Egy Mercedes és egy Ferrari. Ferrarit kell majd vezessen az A csoportba. Idó Martin vagy Graf. Graf. És értelemszerűen B csoportba kerül Idó Martin. És maradt a Mercedes. Mercedes kapja Steve, illetve Kristóf is. Így kialakult a két csoport. Gyorsan ezen végigszaladunk. Az A csoportba került Graf, Mikus Levi, Pálmer Balázs, Attila, Sky, Tacsó, Pityu, André, Steve és Bereznai Dániel. Az A csoportba ugye az öt, az első öt helyen végző pilóta bekerül a felsőházba, ugyanígy lesz a B csoportban is. Ott versenyez Idó Martin, ő ugye flexes, Jakab Norbi, Bloodhunter, én, Oxygen, Dízi, Kátai Kristóf, Szelle Kristóf, Daniele Haddad és Kis Dániel. Két teljesen kiegyensúlyozó csoport, úgyhogy izgalmas lesz. Az elsőt, ahogy említettem, a felsőházban fog versenyezni a vasárnapi napon. A két csoport 6. és 10. helyezettem között végző pilóták pedig az alsóházban, az úgynevezett B-döntőben. Úgyhogy tartsatok majd velünk, további hírek jelentkezünk majd Discordon, lesz felkészülési futamsorozat majd a YouTube csatornánkon, és május 27-28-29-én pedig a szuperdöntőről jelentkezünk az AMTS-ről. Tartsatok majd velünk, sziasztok!